család, az oktatás, az egészségügy, az ifjúság, a gyermek és a sport még említés szintjén sem szerepel a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényben, ami egy világos értékválasztás az Orbán kormány részéről. Amikor Novák Katalint kinevezték családügyi miniszternek, akkor amellett érveltek, hogy mennyire fontos ez a terület, ezért kell külön minisztériumban, illetve miniszteri tisztséggel foglalkozni a demográfia ügyével, most már úgy tűnik mégsem annyira fontos a Fidesznek, hiszen az egyik legfontosabb, legjelentősebb változás, hogy ezt a területet most már nem külön miniszter fogja irányítani. Azért is fontos felhívni erre a figyelmet, mert olyan dolog történt az elmúlt hónapokban Magyarországon, amire az elmúlt 10 évben nem volt példa, nevezetesen ismételten csökkenni kezdett Magyarországon a termékenység, és ez éppen 9 hónappal azt követően történt meg, hogy elkezdődtek Magyarországon a tömeges koronavírus elleni oltások. Azt gondolhatnánk, hogy a COVID-járvány berobbanása megállította a termékenység növekedését, amely valóban így van, azonban a járvány kitörése után a termékenység ismét növekedő pályára állt, és a brutális 20%-os gyermeklétszám, születés létszám visszaesés az éppen pontosan 9 hónappal az oltások, a tömeges oltások beadását követően történt Magyarországon. Az is elmondható, hogy az állami dolgozók vesztesei ennek a kormányalakításnak. Gyakorlatilag az összes ágazatban alulfizetettség és létszámhiány jellemző. Felsorolás szintjén említeném az oktatást, az egészségügyet, a szociális szférát, a kulturális szférát, a rendvédelmet, a honvédelmet, a közigazgatást, és ezek az ágazatok nem kapják meg a nekik járó figyelmet az új kormányzati struktúrában sem, tehát nem számíthatunk arra az Orbán kormányról, a kormánytól továbbiakban sem, hogy megbecsülés övezni ezeket a dolgozókat. És talán ami mindennél felháborítóbb az az, hogy Rogán Antal fog felelni az összes titkos szolgálatért, tehát azokért, amelyek eddig 3 miniszter felelősségi körébe tartoztak, és faramúci módon éppen például a Sadül ügyben kutakodó Nemzeti Védelmi Szolgálat is Rogán Antalhoz fog tartozni, akinek a kabinetfőnöke érintett ebben az ügyben. Lehet, hogy Orbán Viktor úgy gondolta, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, és ezért bízta Rogán Antalra a titkosszolgálatoknak a felügyeletét, azonban ez rendkívül felháborító a Mi Hazánk mozgalom szerint, és egyáltalán nem tartjuk alkalmasnak Rogán Antalt arra, hogy ezt a feladatot elláthassa. Ennyit.